Ma igazán különleges mesterműveket fogok nektek bemutatni, így lehet, hogy néha majd egy kicsit elragad a hív. Fú, bazd meg, pardon, de talán ez egy megbocsátható bűn ilyen illusztris parfümök társaságában. Szóval íme a top 5, számomra a top 5 nis parfüm, ami lehet, hogy majd ki fog egészülni egy második résszel. Nem biztos, hogy ez korlátozódik 5 parfümre, de most úgy gondoltam, hogy legszívesebben, első körben ezt az 5 nis parfümöt szeretném nektek bemutatni. Elsőként már is itt a Fummabat, ami egy brooklyni képzőművész Parit Kefa alkotása. A különlegessége az, hogy mindent ő csinált, a reklámtól, a fotózásokig, magát az illatot is ő kreálta egyedül, és nem közölt különösebb információt az illatról. Néhány összetevő volt felsorolva, néhány fotóval, de semmi más. Így nem akarta befolyásolni a potenciális vásárlókat, és hát az ember joggal feltette a kérdést, hogy akkor mi az Isten van-e, vagy milyen egyáltalán a parfüm, hát azt is most már csak azért is kell, úgyhogy kell és kész. De azt a pár összetevőt, amit lehetett róla olvasni, az magára vonta már is a figyelmet. Egy füstös, mohás, zöld illat, bár nem olyan módon zöld, ahogy te azt elképzeled, de mégis, szóval érted. Mindvégig érezni a mohás és fás illatjegyeket, de erőteljesen ott van ez a bőrös füstösség, amitől nagyon markáns lesz, de nagyon, nagyon szeretető módon ugyanakkor. És a hátterében mindennek ott van egy dölgy mohás illat, amitől még pluszban kap egy ilyen vintage jelleget, és ezzel is szerintem tök jól kiemelkedik a parfüm, így a nagy átlagból, és igen, érezhető benne ez a zöldesség, és ettől lesz ennyire modern és nyers, inkább így tudnám megfogalmazni, szóval egy nagyon-nagyon nem hétköznapi illat, imádom. Jewel at Med Garuda. Garuda az indiai mitológiában Vishnu isten szárnyas járműveként szolgál, félig ember, félig madár, gyakran ábrázolják a fején koronával és a madarak isteneként is említik. Olyan eszméletlenül mámorító illat, hogy elsőre a rózsaszín bors tűnik fel, narancssal, bergamottal, amitől egy kellemesen, talán nyári érzést tud adni a parfüm, és aztán sorban szépen jönnek elő a fűszerek, amitől egy ilyen keleti piac közepére tudnám magam így hirtelen elképzelni. Fás szárazságot ad neki a sáfrány, az enyhe úd és a földes pacsuli, amit nagyon-nagyon jól enyhít és ellensúlyoz a vanília és az ámbra. A leszáradásban pedig megjelenik egy enyhén vetiveres jelleg, tehát mondhatni azt, hogy elég szép fejlődésen megy át a bőrön a leszáradás, úgyhogy ez egy tényleg szerintem nagyon sokoldalú parfüm, nem is kifejezetten 100%-ig térinek mondanám, szerintem egy eléggé univerzális uniszex illat. Két szó, aranyló, szárnyaló, isteni nedű, na jó, 4. Az én hatalmas nagy kedvencem az Olympic Orchids Woodcut nevű parfüm Elenkovi csodálatos alkotása, amivel 2015-ben az Art and Olfaction Awards Artisan díjat nyert. Nem szoktam igazából évszakok szerint csoportosítva használni parfümöket, de szerintem azért ez van annyira füstösen tömény illat, ami inkább jobban működik a hideg és száraz időjárásban, mint egy füllett nyári napon, akkor eléggé sok és folytó tud lenni. Tömény, gyantás, illó, olajos vadállat. Hogyha elsőre beleszippant az ember, talán egy picit meg is hökkel rajta, kicsit sok lehet, de aztán hagyni kell érvényesülni a bőrön, pár perc után már is előjön tényleg az a realisztikus, igazi, kivágott fának, méghozzá szerintem valamilyen fenyőfának az illata. És ezt a töménységet itt is nagyon jól ellensúlyozza egy hihetetlenül jó és váratlan csavar, méghozzá a karamell,
ami ad egy nagyon kellemes, de visszafogott édességet a parfümnek, és ennek köszönhetően érezhető benne a háttérben egy ilyen csokoládé és desszertes jelleg, és ezt teszi tényleg annyira diszonánsan, különlegesé. Tényleg nem is lehet leírni, ezt érezni kell ezt az illatot, de aki érzi, ezt szerintem annyira addiktív, hogy egyszer rákap, muszáj érezni. Nem is tudok igazán erről sokat beszélni, mert ki kell próbálni. Mondjuk, hogyha fovágó lennék, tuti, hogy nem használná azt az illatot, mert hogy érted? Mancera, Cétrat Boisé, Eau de Parfum. Ez a listában talán a legkevésbé érdekesebb illat abból a szempontból, hogy ez nem annyira lehet megosztó, talán, mint az előbbiek, mert szerintem ez egy olyan parfüm, ami az embereknek a 99,9%-ának tetszik. Ugyanis ez egy javarészt gyümölcsös, citrusos illat. Inkább talán férfiaknak tudnám elképzelni, bár unisexként van hirdetve. Annyira különleges ez is abból a szempontból, hogy friss, de mégis füstös, és ebben van a csavar, szintén itt felfedezhető ez adja a különlegességét, hogy nem egy ilyen vízi, akvás, tipikus nyári illat, hanem benne van ez a váratlan fordulat így ezzel a fás füstösséggel. Tesómmal szoktunk erről hülyeskedni, hogy egyszerűen annyira jó, hogy néha undorodunk tőle. De tényleg nem lehet ezt sem így egyértelműen leírni. Emlegetik egyébként a Creed Aventus testvéreként, bár én nem érzem annyira közel a két illatot egymáshoz. Én megmondom őszintén, személy szerint nekem ez jobban tetszik. És hát tartóságról nem is beszélve, igen, volt olyan, hogy ki volt mosva a ruha, itt volt a szárítón, és nem tudtam, hogy minek van ennyire különleges illata. Nem emlékszem, hogy vettem volna új öblítőt vagy mosóport, de mégis, mintha a ruhák felől jött, vagy keresgéltem, és így megszagoltam az ingem, és akkor éreztem, hogy keveredik az öblítővel a Cédrat Boisé-nak az illata, amit egyébként jó pár nappal előtte fújtam rá, tehát még mosás után is lehetett érezni, egészen elképesztő a tartósága, a bőrön is egyébként egész napos, de hát ruhám meg nyilván még több, úgyhogy minden szempontból egy kiváló alkotás szerintem. Óriási nagy kedvenc márkám Solstice Scents a napforduló illatok, és Angela St. John-nak az illatai, ő a parfümőr, és ezzel a márkával vagyok úgy, hogy akár mennyit olvasok róla, illetve akár melyik illatukról vagy illatáról olvasok a honlapon, egyszerűen mindegyikre azt tudom mondani, hogy ez is kéne, szóval, hogy ez összes kéne. Hihetetlen, egyedi, jól kevert, tulajdonképpen inkább természetszerű illatok, és én megmondom őszintén, jobban preferálom ezeket az illatokat, amikben van valami fajta természetesség, nem ennyire szintetikusan mesterséges illatok, hanem tényleg közel állnak egy picit a természethez. Eddig 7 parfümöt sikerült megkaparintanom, és nagyon boldog lennék, hogyha az egész kollekció az enyém lenne, és szerintem majd mindegyikről fogok néhány szót említeni, vagy pedig csinálok majd egy olyan videót, amiben csak erről a márkáról fogok beszélni, de most így első körben legyen a Rhinestone, ami a Földnek, méghozzá szerintem az erdei, enyhén fenyős Földnek, a sötét Földnek az illata egészen elképesztő. Nagyjából úgy tudnám leírni, hogy olyan, mint amikor jó sokáig szenvedtél azzal, hogy rakj egy tábortüzet, hamús, fás lesz a kezed, érezni rajta a fakéregnek az illatát, meg beletúrsz mélyen a sötét földbe, és annak az illata, hogy keveredik a bőrödön, szóval egyszerűen zseniális. Szóval, ha már nincs illatok világa, akkor első körben ezt az 5 parfümöt tudtam a gyűjteményemből kiemelni.
Én szeretem tényleg ezeket a különlegesebb illatokat, amik valamilyen módon, sőt, nagy részben kapcsolódnak a természethez. Mert ezeket a parfümöket nem is úgy használom, hogy így nagyon, tudjátok, mikor elmész valahova, és így nagyon fújogatod magad. Ezeknek kell egyfajta lelkiállapot, valamilyen esemény, egy nyugodt, csendes séta, amikor te csak a gondolataiddal vagy elfoglalva, és néha érzed, ahogy jön, mondjuk én ide szoktam, és így érzed, ahogy jön az illat, néha megcsap, vagy néha tényleg így jobban odaszagolsz, és egy teljesen más lelkiállapot. Szóval egy teljesen más lelkiállapotba lehet tőlük kerülni, és ez adja ezeknek a parfümöknek az igazi különlegességét, hogy ezeknek tényleg meg kell adni a módját, rá kell szánni az időt, töprengeni kell, és bele kell látni azt a rengeteg munkát, amit az adott parfümőrök belefektettek. Pont ez a különlegesség ezeknek az illatoknak, hogy gondolkodsz róluk, eszedbe juttatnak dolgokat a múltadból, amiket egyébként lehet, hogy már elfelejtettél, és lehet, hogy olyan kreatív ötleteket is előcsal belőled, amikre egyébként nem is gondoltál volna. Szóval szerintem nagyon-nagyon szép az illatok világa, használjatok, ismerkedjetek meg minél több illattal. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Sziasztok!